Hát sziasztok! Ez ismét egy Van 20 percet rész, egy 20 percet fogunk beszélgetni, és ismét egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas témában. Most a vendégeim a 4K zenei workshopnak a megalkotói, résztvevői lesznek, Pákai Petra és Csíri Zoltán, és mindjárt be is fogom hívni őket a beszélgetésben, amint ők is itt részt vesznek majd. Annyit kell tudni erről az egészről, hogy már múlt alkalommal és akkor Vékony Zolival beszélgettem szintén egy ilyen zenei kapcsolódású dologról, a könyvéről, és amikor megtudtam, hogy van ez a 4K projekt, ami egyébként már régóta van, akkor rögtön úgy éreztem, hogy meg kell az alkalmat ragadni, és meg akarom hívni Zolit és Petrát is egy beszélgetésre, mert nagyon szuper, amit csinálnak, és hogyha már hallgattátok azt a beszélgetést, akkor tudjátok, hogy én nekem is van zenei érintettségem, és azért nekem nagyon fontos, hogy segítsek ezeknek a zenészeknek vinni a hírét a projekteknek, a zenélés fontosságának, a zene jótékony hatásainak, úgyhogy ezért fogok most beszélgetni Petrával és Zolival, és látom, hogy Petra már itt is van, és akkor behívom őt a beszélgetésre. Várjuk Zolit is, Csíri Zoltánt. Szép jó reggelt! Szia Petra, jó reggelt! Reggelt! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és sikerült a 4K-val belépni a Zolinak. Yes. Úgyhogy meghívom őt is. És közben csatlakozott a férjem is. Üdvözöljük őt Péterből! A múltkor a Vékony Zolival a könyve kapcsán beszélgettem, és akkor is elmondtam, hogy én is 11 évet zenéltem, zongora, szolfés, zeneelmélet szakos voltam a konziban, és hozzámentem egy trombita művészhez, egy trombita tanárhoz, úgyhogy nálunk így a zene az egy ilyen elég fontos momentum az életünknek. És én magam is tapasztaltam, meg tapasztalom tényleg ennek a jótékony hatását és fontosságát, és közben így a férjem által azt is látom, hogy sajnos a komoly zene, meg ugye egyáltalán a zenélés egyre nehezebben hívja a gyerekeket, pedig ez egy nagyon fontos dolog lenne, és el fogjátok mindjárt mondani, hogy miért. És amikor meghallottam, meg elolvastam, hogy ti mit is csináltok, mi is ez a 4K, amit már egyébként nem most kezdtetek, hanem hál' Istennek már több év van mögöttetek, amikor én nagyon megörültem, és azt mondtam, hogy úristen, hát ennek teret kell adni, mert nagyon-nagyon fontos, amit csináltok. Úgyhogy át is adom nektek rögtön a szót, és meséljétek el, hogy mi ez a 4K, de lehet, hogy először fordítsuk meg, és meséljétek el, hogy ti kik vagytok, hogy veletek hol találkozhattunk, meg hogy jött nektek ez az egész, és akkor utána a 4K-ról meséljetek nekem. Hát én Pákai Petra énekesnő vagyok, és könnyű zenei énekesnő, ez azért is fontos, és énektanár, mert itt az előadás során is hatalmas különbséget teszünk könnyű zenei vagy klasszikus énekhangképzés tanítások között és képzések között. Egész ideig nagyon-nagyon sokáig a klasszikus hangképzés volt elterjedve Magyarországon, de jött egy New Age-es szemlélet, mi szerint tényleg teljesen más, hogy képezzük azt a hangot, mint a klasszikusban. Hatalmas segítség lehet ez nekünk, de mégis, hogyha valaki elérkezik arra a pontra, hogy eldöntse, hogy klasszikus szeretne énekelni, vagy esetleg a könnyű felé kacsingatna, akkor tényleg el kell dönteni, hogy melyik az a műfaj, ami felé tendálna, mert egy teljesen más tanulást igényel. Én tanítottam a Kőbenyei Zenei Stúdióba a szakmai angolt, aztán hangképzést. Aztán elkezdtem magába oktatni, én azt gondolom, hogy magának az oktatásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, nem csak életemben, hiszen ezzel én is rengeteget tanulok, amikor oktatok, hanem egyszerűen a léleknek szüksége van a zenére, és az embereknek túl vagyunk terhelve, rengeteget dolgozunk, és ahelyett, hogy időt szakítanánk saját magunkra, saját képzésünkre, folyamatosan csak megyünk előre, és bizonyos problémákat a szőnyeg alá söprünk. És azt gondolom, hogy az önszeretethez a legrövidebb út a zene és a zenetanulás, legyen ez bármilyen zene, klasszikus vagy könnyű zene, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a manókba ezeket a magvakat elvessük, és hogy
ők is szeressenek és akarjanak zenét tanulni, mert rengeteg pszichiátert lehet vele megspórolni, vagy ilyen sessiont, ha az ember zenél és beleöli a feszültségét és mindenféle fájdalmát, problémáját, örömét. Tehát azt gondolom, hogy a zene ugyanolyan, mint a nyelvtan vagy az irodalom, nem beszélve arról, hogy baromira fejleszti az agyat és a gondolkodást, és mindenféle probléma megoldó készséget. Úgyhogy igazából ezért is indítottuk útjára ezt a könnyűről komolyan, komolyan, könnyedén kis hadjáratunkat az Olival. Annó 6 évvel ezelőtt konzervatóriumunkba jártunk, mert azt gondoltuk, hogy a klasszikus zene és a könnyű zene egy picikét összeveszett egymással itthon, és olyan jó lenne összeházasítani őket, mint a külföldi egyetemeken. És milyen szuper lenne, hogyha jazzisták együtt muzsikálnának a klasszikus zenészekkel, nem fújnának egymásra, hisz mind a kettő műfaj rengeteg gyakorlást igényel, rengeteg odafigyelést, nem beszélve arról, hogy a Zoli is, meg én is klasszikusból jövünk, én például 10-12 évet hegedültem, brácsáztam, és utána kezdtem el énekléssel foglalkozni, amíg a pubertáskor nem tette lehetővé azt, hogy énekeljek, úgyhogy a Zoli meg elmondja a sajátját. Szóval, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy milyen zenét csinálunk, igenis csinálni kell, mert a lelkünknek és a fizikumunknak, mindenünknek jót tesz. Igen, ezt nagyon szépen elmondta a Petra. Hát akkor én is mondanék pár szót. Köszönjük szépen először is a lehetőséget, meg hogy teret tudunk adni itt nálatok is ennek a dolognak. Elnézést, kicsit fáradt a fejem, mert folyamatosan a 4K körül mozog most az élet. Tegnap lett kész pont a weboldal, úgyhogy ilyenkor baromi sok meló van a célegyenesben. Szóval, ahogy Petra mondta, igen, én is klasszikus úton kezdtem a tanulást. Hát belecsúsztam a szófészen elmélet szakba, egészen véletlenül, szó szerint, aztán zeneszerzés szakot vettem még föl kiegészítésnek, és aztán a Kőbányai Zenei Stúdióba mentem én is, akkor már zongora szakra, és akkor ott ismertem meg Petrát körülbelül egy jó kemény 20 éve, és összesodort minket az élet, néha zenélünk, néha előadásokat tartunk, de amikor előadásokat tartunk, akkor is zenéről. Szóval, hogy valahol ez a Pácsé, ugye a saját duónk, ami az előadások fölött van, úgymond, tehát amiből ez az egész elindult, az a jó, hogy akár mikor találkozunk, mindig zenéről. Zenével próbáljuk elütni az időt, és tervezgetünk, csináljuk a dolgunkat. Hát igen, fölápdételtük egy picit ezt a 4K dolgot, ezért is kapta ezt a nevet, ugyanis most már ellátogatunk könnyűzenei iskolákba, mert az elmúlt 6 év alatt nagyon sok képzés indult Budapesten. Voltunk a New School zenei suliba, akkor voltunk a Tatai Tehetségközpontba, a Peromba. Ezek mind ilyen délutáni sulik, olyan, mint egy zeneiskola, csak itt lehet, hogy Jimi Hendrixet vagy Ella Fitzgeraldot tanul énekelni az ember, és az összes iskolában egy szuper családias hangulat van, tehát itt az igazgató urat nem úgy kell elképzelni, hogy beírja az egyest, hanem ez egy olyan, mintha eljárna az ember egy délutáni kis-kis külön órára, és nincsen erőszakolás, nincsen az, hogyha nem készültél, hazaküldenek, mert azt gondolom, hogy így az oktatásban is minket is annó megfélemlítettek. Annó sajnos voltak ilyen problémák, és nem igazán tudtuk így átvenni a nagy mestereinktől olykor az anyagot. Én nem azt mondom, hogy engedékenynek kell lenni, de egy baráti hozzáállással, főleg ilyen lelki tananyagot, mert a zene azért az, úgy gondolom, hogy ezt félve nem lehet tanulni. És ez a szlogen, hogy komolyról könnyedén, könnyűről komolyan, ez szerintem a hozzáállásában is egy jelszó, a tanulásában is, és az elmagyarázásában is egy viszonylag ilyen, egy ilyen kis, úgymond egy ilyen jó bele lehet ebbe így állni, hogyha az ember jól közelíti meg ezt a dolgot. Mondtad, Petra, hogy a gyerekekbe erőltetni ezt az egész mappét, erőltetni a zene szeretetét, és az jutott eszembe, amit múltkor az Olival beszéltünk is, hogy milyen durva, hogy igazából ő bennük nem kellene előtetni, mert hogy bennük ösztönösen ott van, hogyha csak belegondolunk,
hogy nekem például egy éves a kislányom, és amikor altatja magát, már annyira fáradt, akkor elkezd dúdolni, és ő magának is énekel. A leül játszani, és mi fogja legjobban érdekelni, az a játék, ami hangot ad ki. Vagy hogyha valami nem ad ki hangot, akkor addig megy, amíg ő nem ad ki valamivel hangot. Szóval, hogy igazából ösztönösen ott van bennük, csak valahogy ez az út folyamán elkopik, és aztán mire oda kerülnek a gyerekek, addigra mondjuk egy énekóra már ciki lesz, énekelni ciki lesz, pláne, hogyha valaki mondjuk nem tud olyan szépen meg jól énekelni, miközben nem ez lenne a lényege. És azt mondjátok el nekem, hogy ebből a cikiségből ti mit csináltok ezeken a workshopokon, vagy ti hogy közelítitek meg, amivel mégis mondjuk egy ilyen workshop végére, vagy egy előadás végére azt látját, a csillogó szemeket látjátok, és valamit ott megmozgattok újra bennünk. Nyilván nekünk abból a szempontból könnyebb dolgunk volt, hogy először is zeneiskolákba mentünk el, de volt tavaly, vagy tavaly előtt nem is tudom, egy hatállomásos turnénk Hajdú-Bihar megyébe, ahol általános iskolákban voltunk, ahol rengeteg gyermeket nem kötött annyira le az, amiről beszéltünk, de valahogy mégis, mivel ahogy mondtad is, hogy a manócskádnak a bármihez nyúl a zenél, hiszen a zenének a hangnak rezgése van, és ezek a rezgések külön hatással vannak a szervezetünkre, akár az állatokra, a növényekre. Tehát abban a pillanatban, ez gyermekkorban ott van bennünk, ezt szerintem az anyatejjel szívjuk magunkba, hogy a zenét igenis szeretjük, és a zene hatással van ránk. Én azt gondolom, hogy maga a tanítási rendszer, ami itthon is van, ez a tanmenet, hogy kezd kiszorulni az énekóra, a zeneóra, a mindennapokból, ez egy nagyon-nagyon roncsoló dolog, mert meg az, ahogyan beszűkítik a gondolkodást. Nagyon szépek a népdalok, azt gondolom, hogy kellenek a gyökerek, de hát a gyerekek nem ezt hallják a rádióból, a YouTube-ról, mindenhonnan, de nem tudják összerakni, hogy most akkor miből mi jön. Mi megpróbálunk egy olyan perspektívát nyújtani nekik, annyira alappéldákkal, tehát például Michael Jackson szolmizálunk. Azért az mégis más, mint hogyha egy megrakják a tüzet szolmizálnak, ami szintén nagyon szép, de hát a gyerekek ismerik a filmekből, a rádióból. Tehát olyan példákat próbálunk hozni, amiket már hallottak és tudnak, és nem az van, hogy hú, hát ezt most nem ismerem, ez nem fog működni. Tehát mindenképpen olyan példákat, és rögtön megértik, hogy nem is biztos, hogy olyan rossz az a szolmizáció. Ugye úgy szolmizálnak három szólamba, hogy leesik az állunk állandó. Tehát, hogy egyébként, amikor bele. Az a legnehezebb talán az egészben, hogy egy picit megpuhítsuk őket, mert nem tudják, hogy mire számítsanak. De azt gondolják, hú, megint jön egy előadás, most megint zenéről kell beszélni. De amikor ott vagyunk, és benne vagyunk a folyamatban, vagy amikor a Zoli filmzenéket, vagy akár rajzfilmek alá játszik, és megmutatja, hogy egy-egy képkockával és különböző zenékkel milyen hatást lehet elérni, az fantasztikus. Tehát, hogy leesik az álluk, amikor éppen egy picit félelmetesebb zenét játszik alá, akkor látom az arcukon, tényleg olyan, mintha mini horrorfilmet néznének, tehát hogy olyan szinten lehet velük dolgozni, és akkora nyitottság van egyébként felőlük, és tényleg az van, hogy mi pont beszéltük, Zoli, hogy annyira feltölt minket egy ilyen előadás, hogy hullafáradtak vagyunk nyilván, mert minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy tudjunk adni nekik valamit, de mégis annyira feltölt minket, hogy úgy megyünk haza, mint az atomreaktorok, tehát tényleg, hogy hú, és énekeltek velünk, és nyomták, és átment, és ezek a gyerekek sokszor évek múlva megtalálnak minket, és figyelj, és azt mondja, hogy figyelj, azért mentem zeneművészeti iskolába, vagy akár zeneakadémiára, vagy könnyűzenei suliba, mert hallottam az előadásotokat, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb díjat senki nem kebelezhet be, tehát hogyha hatással vagy, ha csak egy manónak is az életére hatással vagy, akkor megérte csinálni. Igen, és itt meg kell említsük, hogy mindig kérdezik, hogy kiknek szól az előadás, hogy itt szóba jöttek már a gyerekek, hál' Istennek több tematikánk is van. Tehát most például, amit fogunk csinálni itt Budapesten, első ilyen nyitott műhely elnevezéssel, oda várjuk azokat is, akik mondjuk hobbiból zenélnek már, de mondjuk van egy elakadásuk, vagy nem tudják, hogy úristen, most szeretnénk egy kicsit fejlődni, legyen gitáros, vagy énekes vagy zongorista, ezt szoktam mindig mondani, hogy attól, hogy a Petra énekes, én meg zongorista vagyok, attól ez még szól az összes többi hangszeresnek. Tehát igyekszünk mindig úgy gombolítani a fonalat, hogyha mondjuk 40-20 éves jön el, akiknek a fele már iskolázott zenész, de a másik fele még csak úgy próbálgatja a szárnyait, akkor úgy próbáljuk összefoglalni a mondandót, hogy mind a két térfél vigyen ebből el valamit. Nyilván nagyon nehéz mindenkinek megfelelni,
de nem is megfelelni akarunk, hanem azt gondolom, hogy minden egyes ilyen workshop után szerintem azok is visznek el haza dolgokat, akik már ezeket tudták. Pont egy zenetanár odajött hozzám a múltkor, és azt mondta, hogy a gyerekeimnek én teljesen máshogy magyarázom a hangsorokat, mint ahogy te, és azt mondta, hogy olyan jó hallani, hogy ennyiféle megközelítés van. És ilyenkor mindig úgy megnyugszom, hogy ahány tanár, annyiféle elmélet. Tehát pont egy interjút hallgattam, hogy a történelemből is azért kettes valaki 16 évesen, mert a száraz anyag megy át. És ez erre voltam én is annó mérges, hogy amikor szekrényt kellett ugrani hatodikba és bukfencezni, akkor én már tudtam, hogy zenész akarok lenni, és akkor mindig felhördültem, hogy akkor az énekórán miért nincsenek veszélyesebb feladatok. Meg matekórán hetedikben már konkrétan professzori szintet kell elérni, és olyan, mintha a zene az egy ilyen járulékos valami ötödrangú dolog lenne, és közben még az összes többi tantárgy, ami mondjuk nyilván a matek is biztos gyógyít, az irodalom az gyógyít, az tuti, abból én is elvárnám, hogy a gyerekem legalább 4-es legyen, mert illik tudni a magyar irodalmat, azt gondolom, de hogy nem szabadna így a zenéről így elvenni ezt a súlyt jó értelemben. Mi nem akarjuk most megváltani a világot, jó titkon egy pici fontosnak tartom, hogy... De nagyon fontosnak tartom, hogy egy picit visszakúszson az emberek életébe úgy a zene, ugyanis mindig azt szoktam mondani, hogy az egyetlen egy művészeti ág, ami mindenhol ott van. A fodrászüzletbe szól a zene, a hentesnél, a fogorvosi rendelőbe, a házi buliba, a legénybúcsún. Tehát a zene az egy olyan dolog, hogy elvehetetlen. Ezáltal az oktatásban csak ott van nagyon komoly ereje, ahol zene-specifikus iskolákkal találkozunk. És azt hiszem, hogy rá lehet nevezetni máshogy a fiatalságot, meg nem csak a fiatalságot, hogy nyúljanak hangszerhez. Nyilván nagyon nehéz pálya, erről szerintem estig lehetne beszélgetni, de szerintem amit az ember a fejébe vesz, akkor azt eléri, mert nem 100 kilométert kell haladni egy perc alatt, mi is lépcsőről lépcsőre raktuk össze akár a Pacé duót, vagy ezt az előadás sorozatot, és 6 éve még nem tudtunk ilyen szép nagy kört befutni, és most 2022-ben meg olyan szintű figyelem van körülöttünk, és azt érzem, hogy oda visszamennek a jó energiák, az iskolák, meg mi köztünk, meg hát egymás között is, hogy ezen az úton érdemes tovább menni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne mind az irodalomnál, mind történelmnél, mind zenénél, amit ti is csináltok, hogy olyan zenével megszólítani bizonyos korosztályokat, ami érdekli meg, bevonza őket. Hogy olvastatni is olyat kellene a gyerekekkel, ami az ő életkoruknak való. Nem feltétlenül való, nem tudom, hanyadikban van most éppen az Egri csillagok, de hogy talán én most 30x évesen meg vagyok érve fejben egy Egri csillagokra, egy 10 éves gyerek nem biztos. Most képzeljétek, hogy idefele jövet, nagyon-nagyon-nagyon rohanós napom van, és azt mondtam, hogy ha már veletek beszélgetek, akkor most én nekem idefele úton van egy ilyen kedvenc Spotify lejátszási listám, tele klasszikus zenék, és teljesen véletlenül random egy olyan darabot dobott be, egy Schubert impromptűt, amit még 1000 évvel ezelőtt én is játszottam. És nagyon érdekes, hogy én ezt a darabot azóta nem hallottam. És hogy volt egy pont, amikor az út közben kicsordult egy könyv, és tudjátok, hogy amikor így 20 évvel később megérted, hogy miről szól az a darab, és nyilván el tudtam játszani 15 évesen azt a darabot, mert kigyakorolod addig, vagy addig gyakorolsz, hogy el tudod játszani, de hogy amit itt belül ad az a darab, ahhoz meg kell érni, és hogy ezért nagyon fontos, hogy olyan zenével
álljunk ezekhez a gyerekekhez, hogy ne az legyen, hogy mivel nem értem, ez nekem nem jó, hanem értse meg. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy ti ezt csináljátok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ráadásul ilyen lelkesedéssel csináljátok. Tényleg le a kalappal előttetek. Azt mondjátok el, hogy lehet titeket megtalálni, és ki találhat meg, ki kereshet titeket. Igazság szerint minden platformon, tehát az Instagramon is a Negyka 4, úgy ahogy mondom, Negyka 4-en elérhetőek vagyunk. Éppen most linkeltem be a weboldalt a profilba, illetve van Facebook oldalunk, a 4K, kötőjel komolyról könnyedén, könnyűről komolyan. Lehet nyugodtan kérdezősködni, illetve ennek a május 15-i eseménynek, ami az 5-ös 10 művelődési házban lesz, délelőtt 10-kor, szóval könnyen meg is jegyezhető. Ennek is van egy eseménye, és sok szeretettel várunk oda mindenkit. Lehet bejegyzésbe kérdezni az eseményben, hogy miről lesz szó, de már szépen feltöltöttük hírekkel, infókkal, videókkal, a honlapon is vissza lehet keresni a régebbi iskolákból az előadásainkat, és mondom, várunk olyat is, akinek már van egy hobbi zenekara, vagy hobbiból énekel, és mondjuk szüksége lenne arra, ott is úgy is tanácsra, hogy aki csak a kádba énekel, azt is lehet fejleszteni, hogy még jobban élvezze. Tehát nincs határ ebben az egészben, és hát azon leszünk, hogy nyitogassuk tovább a jó értelembe véve a zene határait. Nagyon jól teszitek. Fogom a cikkbe majd linkelni itt a videó alatt minden ilyen dolgot, amit elmondtatok, hogy könnyen megtaláljanak titeket. Nagyon szépen köszönöm, és nem tartom kizártnak, hogy még velem és a gyerekeimmel is találkoztok majd, mert nagyon jó. Úgyhogy hajrá nektek, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és további gyönyörű napot nektek. Köszönjük neked. Szépen, de jót.